A TRX edzés egy heveder segítségével történik, amit bárhová rögzíthetünk. Kis helyen is elfér, magunkkal vihetjük, akár a nyári időszakban a szabadba is, ezért nagyon praktikus eszköz. Várgesztesen a faluházban próbálhatják ki magukat a mozogni vágyok ebben a saját testsúlyos sportban. Eleinte még csak egy páran kezdtük, együtt edzettünk, és azóta egy szép csapattá forta ki magát ez. Hetente most már 4 edzést tartok. Végül is ez egy funkcionális edzés, ez az állóképességet javítja, illetve a mobilizációt, illetve nem gépeket és súlyokat használunk, hanem a saját testünket használjuk ellenállásként. Izomtömeg növelés céljából nem alkalmas, hanem ez az egész testenhoz létre egy harmonikus testképet, illetve a kórizmokat erősíti, ami nagyon jó azoknak, akik több 8 órát ülő munkával töltenek. Télen a faluházat otthon nekünk, tavasztól őszig pedig kint a sportparkban vagyunk. Az edzésforma a teljes izomzatot edzi, fejleszti a koordinációt és az állóképességet. Kiválóan alkalmas izomtömegnövelésre és alakformálásra egyaránt. Az eszköz akár segítséget nyújthat különböző rehabilitációs folyamatokban is. Szuper mozgásforma szerintem. Az izomzatnak a kialakításában nagyon fontos szerepet játszik, főleg a kar izomzatát tudjuk ezzel kardába tartani, illetve fejleszteni. Úgyhogy én elsősorban azért jövök, hogy a karom ugye erősödjön, de abszolút minden izmot megmozgat. Tetőtől talpig. Tehát aki valamely izmát kell, hogy kímélje, annak is szerintem, mert nem annyira intenzív, kevesebb az ugrálás, és szerintem egészen a fiatal kortól egészen 60-70 éves korig én ajánlom. Nagy részt ugyanazt csinálja mindenki, de a Móni azért a kezdőknek külön gyakorlatokat szokott kitalálni, figyel arra, hogyha esetleg valakinek a vállát kell kímélnie, akkor személyre szabott edzést is kitalál, de nagy részt együtt csináljuk a feladatokat.